Nagy tiszteltel és szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Nemrég egy civil szerveződés alakult meg Sopronban, Startup Sopron elnevezéssel, amely segít az új vállalkozásoknak, de hogy miként, hogyan, arról is beszélgetünk a Mozaik mai adásában. Itt van Dunaveczky Attila, az egyik társalapító. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntelek Bálint és a tévénézőket is. Van a Startup Sopron, illetve van egy új rendezvény sorozat, a Startup Lab. De még mielőtt ezekről beszélgetnénk, tisztázzuk a legelején, mi is az a startup, egyre divatosabb kifejezés? Hát hogyne. Hát, régebben inkább azokról a vállalkozásokról húzták rá a startupot, akik egy garázsból vagy egy padlás szinten indultak, fiatalok, akik ötleteltek, de manapság most már ez eléggé tág fogalommá vált. Tulajdonképpen azokat a vállalkozásokat hívjuk startupnak, akikben nagy potenciális növekedés vélhető fel rövid időn belül, akár globálisan, vagy akár a nemzetközi piacra lépés során. Inkább ez a cél, inkább a nemzetközi piacra lépés. És kell, hogy valami újjal, valami innovatív dologgal foglalkozzanak? Hogyne, pontosan ez a lényege, hogy valami innovációt hozzanak a mai világba. Próbálják magukat skálázhatatlanná tenni, pontosan ebből kifolyólag mérni azt, hogy ők nagyobbat tudnak növekedni. Mennyire egyszerű, vagy nehéz valami innovatívat kitalálni, mert ha a vállalkozás alapításánál gondolkodunk bármiben, akkor ott az az alapvető, hogy vagy csináld azt, amit senki más, ugye? Uh-huh. Vagy azt, amit mások is, csak jobban kereslet-kínálat arányt megnézni, de én azt gondolom, hogy annyira telített minden piac, hogy a nehezebbik út, hogy valami innovatívval rukkoljon elő a vállalkozás. Abszolút, hát ez nem egyszerű. Innovatívnak lenni nehéz. Azt mondom, hogyha egy újabb bevásárló, akár egy boltot szeretnénk nyitni a városban, abból nem lesz startup, mert abból globálisan is sok van. Abból nem lehet, vagy nagyon nehéz olyan egyedi dolgot nyújtani, hogy a vásárlók tömegét tudjuk elnyerni, és ezáltal innovációt hozni a városba. Új ötlettel kell előállnunk, leginkább ez az IT vonalon, vagy valamilyen olyan szolgáltatás terén lehet, ami még nincsen jelen a piacon, vagy pedig tényleg valami vadonat újat hozni, ami egyedi. A Startup Sopron mivel foglalkozik, és miért hoztátok létre? Hát igen, a Startup Sopron ez egy civil szerveződés. Mi pontosan azért hoztuk létre, hogy ezt az innovációt segítsük a városba. Szeretnénk ötletelésekkel, eseményeinkkel inspirálni az embereket. Olyan előadókat hozni, akik esetleg országos szinten vagy nemzetközi szinten már sok dolgokat elértek, és abszolút releváns az, hogy ők nekünk tanácsokat adnak. Igen, és szeretnénk összehozni a helyi szereplőket, mert úgy látjuk, hogy a város, meg leginkább a térség is akkor tud mostanában már fejlődni, hogyha összefogás van, hogyha közösen teszünk a célért, hogyha inspirálódunk másoktól, segítjük egymást, akár ötletekkel, akár kapcsolati tőkékkel. A teszedből hallottam itt még a beszélgetés előtt, vagy pontosabban egy interjúban, hogy nem baj az, hogyha van egy konkurencia helyzet, hiszen a vállalkozási szférában számolni kell azzal, hogy konkurensek is megjelennek a piacon. Miért jó ez? Hogy miért jó konkurencia? Így van. Hát lehet, hogy egy olyan mederbe terel, ahol kicsit kimozdít a komfortzónából. Lehet, hogy már több éve jól működő vállalkozás vagyok, de nem gondolkodok innovatívan, nem gondolkodok másban. Beleültem ebbe a légkörbe, amiben jól érzem magamat, viszont nem inspirálnak tényleg fejlődésre. És egy esetleges konkurencia megjelenésével akár ez ösztönözhet új gondolatokra, új termékre, új szolgáltatásokra. A Startup Sopronnal egyidejűleg létrejött a Startup Lab sorozat is. Miről szól ez? Hát a Startup Lab konkrétan az esemény sorozat, amit mi elindítottunk, ahol várjuk a fiataloktól kezdve az idősebb vállalkozókig mindenkit, ahol jöhetnek úgymond inspirálódni, networkingelni, és hát... Akármilyen eseményen részt vehetnek, és hogyha már itt eseményről beszélünk, akkor említsük meg mindenképpen, hogy voltak már rendezvények, ha jól tudom, nem kis érdeklődéssel. Igen, hála Istennek... Ezek az események elég jól sikerültek, nagy érdeklődéssel tudtuk ezeket megrendezni. Valószínűleg a helyszínek is ennek tudatában választottuk, hogy minél jobban kedvezőbb legyen, felkeltsük az emberek érdeklődését. Hol voltak ezek az események? Az első esemény a Pannonia Met Hotelben volt a tetőteraszon. Nagyon varázslatos környezetet tudtunk nyújtani a vendégeknek, meg az előadóknak is természetesen. A második eseményünk az Il Grande-ben volt, a Szóló rendezvénytermében, ahol a harmadik eseményünk is lesz. És mind a kettő olyan környezet volt,
ami nagyon, hogyan mondjam, inspiráló volt, ugye? Inspiráló volt. Tényleg az emberek számára vonzó. Milyen témákkal foglalkoztatok? Az első téma az volt tulajdonképpen, hogy bemutattuk, hogy mi is az a startup fogalmát, hogyan is lehet valaki startup. A startup akkor hogyan tud fejlődni, milyen jövőképet tudunk nekik állítani. A második eseményünk az egészség jegyében telt, egészség startup köntösben volt az esemény neve. Itt olyan egészségügyi fejlesztéseket, akár applikációt, akár egy szoftverfejlesztést hoztak előadásokat, amik segítik az egészségügyet. Voltak dietetikusaink, és volt egy szlovák-magyar barátunk, aki viszont egy gyümölcsszelettel jött el, ami abszolút mindenmentes, egészséges energiaszelet. November 18, illetve december 20, ha jól tudom, ezek a következő két program dátumai. Mi lesz akkor? Így van, november 20-án... Pontosabban november 18-án... November 20-a és december 18-án. Akkor így jó, a helyes, mondtad. Jó? Igen. November 20-án egy kicsit szárazabb, de annál izgalmasabb témát fogunk hozni. A téma a pitchelés, a validálás, a pénzügyi terv elkészítése, hogy hogyan tudnak vállalkozások a nulláról tulajdonképpen az egyre lépni. Ebben jönnek soproni kötöttségű előadók is, és december 18-án pedig egy kicsit úgymond ünnepibb, szilveszteribb hangulatban szeretnénk az egészet megrendezni. Az pedig a Sörházban lesz, a Heineken előadó termében. Ott pedig az influencerekről fogunk beszélgetni. Influencereket fogunk hozni, olyan cégeket, akik influencerek menedzselésével foglalkoznak, és elmagyarázzuk tulajdonképpen, hogy miért is jó egy vállalkozásnak, hogyha influencerrel működik együtt, mi lehet előnye, hátránya, mert természetesen mindegyik van, és hogy hogyan lehet velük együtt dolgozni. Milyen anyagi potenciál van ebben, és így tovább. Mi az az influencer? Az influencer? Hát... Vagy ilyen cég szempontjából, egy influencer. Hát manapság azokat hívjuk influencernek, akik nagyon nagy követőtáborral rendelkeznek, akár, hát inkább Instagramon, a Facebook most már egy kicsit elhanyagoltabb a fiatalok körében. Inkább őket próbálják tulajdonképpen ezzel megfogni. Szóval nagy követőtáborokat felhasználva tudnak marketing tevékenységet eszközölni, akár vállalkozásoknak, akár termékeknek, így egy kicsit elrejtve az ő profiljukon. Nagyon érdekesen hangzik. Ez lesz hát majd december 18-án. És hogyha még a Startup Sopronról beszélünk, akkor kik csatlakozhatnak hozzátok? Kikre számítotok? Tulajdonképpen mi minden érdeklődőt várunk. Mint a Startup Sopronhoz csatlakozhatnak fiatalok, akik esetleg el tudják magukat képzelni olyan körben is, szerveződési körben teszem azt, egy események szervezésében, várjuk a segítségeket. Onnantól kezdve, hogy akár plakátolás, akár az események hirdetésében, várjuk a támogatókat, próbálunk megszólítani minél több helyi vállalkozót, hogy eljöjjön, és hogy támogassák a rendezvényeinket. És mi a tapasztalat a fiatal vállalkozókkal kapcsolatban? Mennyire kreatívak, mennyire vannak új ötletek? Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak. Vannak feltörekvő fiatal vállalkozások is Sopronban. Minden szférában tulajdonképpen. Teszem azt, marketing, akár szolgáltatás. De hát nem egyszerű fiatalként vállalkozni. Beszélgetésünk végén még arról szóljál, hogy miért fontos ez nektek, és miért vágtatok ebbe bele, hogy tulajdonképpen ez egy segítség, ez egy támogatás másoknak, és főként a fiatal vállalkozásoknak, vagy azoknak, akiknek van valami új ötletük. Miért jó ez nektek? Mi tulajdonképpen ezzel máshol találkoztunk, ezzel a startup ökoszisztémával, és abszolút megnyert minket az a közösség, hogy fiatalok jönnek inspirálódni, és ez mind önzetlenül történik. Itt tényleg nem kell feltételeknek megfelelni, egyszerűen csak el kell menni, akár a téma miatt, akár az előadások miatt, vagy akár az miatt, hogy vállalkozókkal tudsz beszélgetni. Ez a környezet, ez megnyert minket. Mi voltunk Győrben, Burgenlandban ilyen eseményeken, és ott elhatároztuk, hogy szeretnénk Sopronban is egy ilyen ökoszisztémát létrehozni. Tulajdonképpen hát mondhatjuk azt, hogy ez a város fejlődésért is akár szolgálhat, de természetesen itt el lehet jönni és kapcsolati rendszereket kiépíteni, tulajdonképpen kapcsolati tőkéket networkingelni, saját vállalkozásodért tudsz tenni. Úgyhogy ez szinte neked semmiben se kerül.
Hol találnak meg titeket? Megtalálnak minket közösségi oldalakon, Startup Lab Sopron néven, Instagramon, Facebook oldalon, és tulajdonképpen eseményeiken. Így van, személyesen is felkereshetnek titeket, illetve nyugodtan a közösségi portálokon. Dunaveszki Attilának nagyon köszönöm, a Startup Sopron egyik társalapítójának, és sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Önöknek is köszönöm a kitüntető figyelmet, minden jót kívánok, viszontlátásra.